Köszöntjük Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Elkísértük dr. Szabó Stefánia főkonzult London, Ontarióba, ahol két nagyon érdekes programon vett részt. Mai napon, 2015. április 15-én délelőtt megbeszélést folytattam a londoni Nyugat-Ontáriói Egyetem professzorával, Alan Goldschläger úrral, aki a Kanadai Holokauszt Emlékező Bizottság tagja. Magyarország március 9-én vette át a Nemzetközi Holokauszt Emlékező Bizottság elnöki teendőit, és én a kanadai bizottság tagjait fogom meglátogatni, akik a konzuli kerületemben dolgoznak. Dr. Ódor Pálint, Magyarország ottavai nagykövete is a kanadai IHRA delegáció azon tagjaival veszi, illetve vette fel a kapcsolatot, amelyek a torontói főkonzulátus konzuli kerületén kívül esnek. Ez a második találkozásom ilyen bizottsági taggal, és a további hárommal fogok még május folyamán találkozni. Professzor úr az irodájában fogadott, ahol áttekintettük a magyar elnökség programjait, illetve professzor úr elmondta, hogy milyen régóta tagja már ennek az IHRA delegációnak, és korábban ő volt az oktatási munkacsoport elnöke, és idén, mint korábbi elnök, továbbra is részt vesz ebben a munkában. Magyarország 2000-ben írta alá a Stockholmi deklarációt, és 2002-ben lett teljes jogú tagja a holokauszt oktatását, emlékezetét és kutatását feladatul kitűző nemzetközi munkacsoportnak, amelyet korábban Task Force-nak hívtak, és ez most az International Holocaust Remembrance Alliance. 2013-ban Kanada volt az elnöke ennek a szövetségnek, és itt a torontói plenáris ülésen fogadták el, hogy a 2015. évben Magyarország lesz az elnöke. A magyar elnökséget az a Takács Szabolcs államtitkár vezeti, aki egy évvel ezelőtt a torontói főkonzulátust hivatalosan megnyitotta. Megbeszélésünket követően professzor úr megmutatta a könyvtárát, amelyben holokauszt túlélők történeteivel foglalkozó könyveket gyűjt, azokat katalogizálja. Ezeket a memoárokat 30 évvel ezelőtt kezdte el gyűjteni, most már egy elég tetemes gyűjteménye létezik az egyetemen. Ezek a könyvek elsősorban holokauszt élők által írottak, saját anyanyelvükön található meg itt a könyvtárban, és főleg azokat gyűjti professzor úr, amelyeket közvetlenül a II. Világháború után adtak ki. Szeretném azt is megemlíteni, hogy tegnap Michael Cotu miniszter úrral találkoztam, aki Ontario tartomány idegenforgalomért, kultúráért és sportügyekért felelős minisztere, emellett ő a felelős kabinettag az Ontario kormányban, aki a Penem és Perepenem játékokért felel. Találkozónkon, bár portfóliójába nem tartozik, de hangsúlyosan szerepeltek a kétoldalú gazdasági kapcsolatok. Itt megemlítettem miniszter úrnak, hogy szeptember elején tervezi kanadai látogatását Szabó László külgazdasági és külügyminiszter helyettes. Ő elsősorban a külgazdasági kapcsolatok elmélyítése területén fog tárgyalásokat folytatni. Ennek részleteit az ottawai nagykövetséggel együttesen dolgozzuk ki. Miniszter urat emellett tájékoztattam a kulturális kapcsolatok területén. Egyrészt a Kodály néptánc csoport erdélyi és magyarországi tervezett körútjáról. Elmondtam neki, hogy most van folyamatban a torontói magyar ház építkezési munkálatai, most vannak folyamatban, és East York városrészben épül az új ház, magyar ház, amely közvetlenül miniszter úr választókörzete mellett található, és így különösen örült annak, hogy egy új kulturális elemmel gazdagodik Kelet York városrész. Felajánlotta a segítségét, amennyiben a magyar háznak erre szüksége lenne.
kitértünk a hamarosan beinduló közvetlen repülőjáratokra, amely mindenképp a két ország közötti idegenforgalom fellendítését fogja szolgálni. Tájékoztattam miniszter urat arról is, hogy a 2015. augusztusában megrendezésre kerülő CNI kiállításon egy magyar tánccsoport, a Varidance fog fellépni minden nap két alkalommal, az ő útjukat, az Air Transat szponzorálja, akik június 17-től indítanak közvetlen repülőjáratot Torontó és Budapest között. Nap második felében volt szerencsém találkozni a londoni magyar közösség néhány tagjával, akik a Budapest étterembe hívtak meg engem, és itt az étterem nagyasszonyával, akit Londonban egy közösséget tart össze a nagy szívével és szeretetével, Hayek Marika. A torontói főkonzulátus szeretné kifejezni a háláját és elismerését, mint azért a munkádért, amelyet végeztél. Elismerés Mária Hayek részére a magyar éttermi kultúra fenntartása és magyar művészek támogatása érdekében végzett több évtizedes önzetlen tevékenysége, illetve kiemelkedő üzleti sikerei elismeréseként. Nagyon szépen köszönöm. Thank you so much. God give everybody a good health, long life. Thank you God, thank you Canada, thank you London people who help me all over the world. Thank you. Londonban nincs magyar ház, de van magyar klub, ahol évente próbálunk pár rendezvényt szervezni a londoni és környéki magyarok számára. Annak ellenére, hogy nincs magyar katolikus templom, azért van katolikus közösség, amit Mrs. Hattayer évek óta, mint adminisztrátor szolgalmasan vezet. Nekünk magyaroknak nagyon fontos, hogy összetartsunk, mert abban van az erő, és bízunk benne, hogy a londoni magyarság támogatásával még egy pár évig sikerül megmaradnunk. Külön hálások vagyunk, és személyesen én is, hogy számunkra is megadatott a honosítási lehetőség, amivel egyre többen értünk. Nem véletlen ez a hely, ahol szeretettel fogadjuk. Ez a vendéglő, amely több évtizede működik a Marika vezetésével. Ez a hely, amely nagyon sok magyarnak és más nemzetiségűnek is éveken keresztül munkalehetőséget adott, és ez a hely, ahova nagyon sokan visszatérnek az ízletes ételért és a Marika egyéni, sajátos viccelődéséért. Nekünk ez egy kis szelet az otthonunkból, ahol nem csak az otthoni ízvilág, hanem az otthoni vendégszeretet is visszaköszön. Kívánjuk érezze jól magát a körünkben. Ezúton is nagyon szépen köszönjük Marika lelkesedését, hatalmas nagy szívét, és azt a rendkívül finom falatokat is, amit ezek után, a megbeszélésünk után még kaphattunk. Ezen az ebéden részt vett a Londonból származó Ed Holder tudományos és technológiai szövetségi miniszter, illetve itt volt a város polgármestere, valamint annak a körzetnek a városi képviselője is, ahol a Budapest étterem található. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttetek, és köszönöm, hogy respektetek ezt a nagyon special embereket, a mayortől kezdve az ambassador lady, a parlamenttől a gentlemanet, Jim Chatman kedves feleségét, és van ott egy nagyon jóképű fiatalember, csak nem tudom a felét, most már felejtettem. De nem baj, de I tell you angolul, I still love you. Oké. Okay. And thank you so much, eljöttetek, köszönöm szépen, megadtátok nekem is a tiszteletet, és megadtátok ezeknek a rendes, aranyos embereknek, hogy mindenkit ott máma. Thank you.
Tokaj Wine Boutique és Restaurantban több mint 50 magyar bor és 20 féle pálinka közül válogathat. Az étterem ideális hely születésnapi partik, baby és wedding showerek, kisebb rendezvények, továbbá céges partik számára. Nálunk kapható magyaros ételekkel biztosan nem van szégyen vendégei, üzleti partnerei előtt. Látogassa meg a Tokaj éttermet, ha igazi magyaros környezetben szeretné élvezni a magyar ételeket és borokat. A 85 éves Kányádi Sándor versét Farkas András torontói muzsikus zenésítette meg, míg Székelyudvarhelyen lakó testvére Farkas Antal légi felvételt készített a székelyföldi Szent Anna tóról. Száz új csikó gondolatot, olyanokat, kiknek háta nem tűr nyerget, nem áll hámba, kipányvázni ne lehessen, békjót egyik se szeressen, a patáik dobogása, a sörényük lobogása, tüzet vessen, merre járna. S nem kívánok érte más jót, néha egy kis vigasztalót, sokat mondó fúj a szót.
Ha valakinek kell egy szép öltöny, az tudja, hogy menjünk a Tommyhoz. A Tominak az üzletje az itt van, a Kensington piacon 1958 óta. A Tominál megtalálod a legszebb olasz, német és kanadai öltönyöket. Gyertek be a Tommyhoz, és soha nem fogjátok megbánni. És ami választ várok tőletek, Tomikám, hát jövünk! Tomikám, hát jövünk! Hát fiaim, gyertek a papához! Eperjes Károly színművész a budapesti sziklatemplomot mutatja be. Az első emlékem az, hogy mikor visszakapták a pálosok, akkor kinyitott, és eljöttem megnézni. És annyira megörültem, hogy a akkor születendő Bori lányunknak itt volt a keresztelője. Ez én most már negyed százada lesz lassan. Itt volt a Balettintézetnek egy ilyen szállása a szocialista időkben, és a templom része az egy ilyen balettgyakorló hely volt. Az legalább nem istálló volt. Ez a legkedvesebb helyem Budapesten. Sok szép kedves hely van. Lánchíd is az, gyönyörű a parlamentünk, gyönyörű a halászbástya, de ez a legkedvesebb helyem. Ennek a nemzetnek a fővárosában, itt a Gellért-hegy belsejében, mint egy mellkasban pulzál az Eucharisztia. A sziklatemplomot jól ismerem. Hát nem annyira, mint itt az atyák, de azért jól ismerem. Ott, ahol az egyiptomi másolat van, és ott belül ott van a tabernákulum, hát ez a legkedvesebb részem, persze. Lehet, hogy van még a világon ilyen, több is, de az, hogy fővárosban legyen, egy barlangon belül, erről nem tudom. Itt nagyon jó lenni, itt az ember, ha jól el tud csendesedni. Szabó Levente énekli az Imádom a Pesti Nőket című dalt a Marica grófnőből. A Magyar Házért. A Torontói Magyar Egyesületek és a Torontói Magyar Ház Magyarország Torontói Főkonzulátusa támogatásával szeretettel meghívja barátait, támogatóit
és minden segítőkész embert a humorral a Magyar Házért jótékonysági műsoros vacsorára. Díszvendég Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés alelnöke, az új magyar alaptörvény egyik megfogalmazója. Fellép Kovács András Péter, Karinti Gyűrűs humorista, a Duma Színház tagja. Zene a kibővített Hungária együttes. A belépőjegy ára $150, a Magyar Ház minden belépőjegy után $100 adócsökkentő nyugtát ad. Az időpont 2015. május 10-e, vasárnap délután 5 óra. Helyszín a La Primavera Banquet Hall, 77 Woodstream Boulevard, Woodbridge, Ontario. Open Bar támogatja a Vinum Tokaj Canada. A belépőjegy ára $150, a Magyar Ház minden belépőjegy után $100 adócsökkentő nyugtát ad. Az est teljes bevételét a torontói Magyar Ház építési költségeire fordítjuk. Köszönjük, hogy részvételével is támogatja az új Magyar Ház felépítését. Jegyek rendelhetők az alábbi telefonszámokon. Köszönet az adományozóknak, akik az est teljes költségét fedezték. A világot látni kell. Utazásaihoz válassza a Travel Expressions-t. 30 éves tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Személyre szabott kedvező árak a világ minden pontjára. Hajó, repülőutak, busztúrák egyénileg vagy csoportosan. Szállodafoglalás, autókölcsönzés. Meghívó levelek készítése, betegbiztosítások teljes körű ügyintézése. Forduljanak bizalommal torontói vagy londoni irodánkhoz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Várjuk Önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Az Egy perc Magyarország című sorozat következő epizódját láthatják most, melyel búcsúzunk Önöktől. Viszont látásra! Egy perc Magyarország. Felcsút Fejér megye északi részén, hazánk három legszebb völgyének egyikében, a Vári völgyben fekvő 1850 lelket számláló település. A 150 méter tengerszint feletti magasságban fekvő falu már a bronzkorban és a római korban is lakott volt, melyről az előkerült leletek árulkodnak. A középkorban a fehérvári keresztes lovagoknak voltak itt birtokai, a pálos rendiek tulajdonába a török uralom után került. 1931. júliusában két magyar, az Atlanti-óceánt átrepülő pilóta a falu határában igazságot Magyarországnak elnevezésű gépével kényszerleszállást hajtott végre. Endres György és Magyar Sándor nevét emlékművön örökítette meg az utókor. Műemlékei az 1840-ben épült klasszicista stílusú római katolikus plébánia templom és az 1895-ben elkészült református templom. A múlt emlékeinek egy részét a Helytörténeti Múzeum őrzi. A horgászatot, a kirándulást, valamint a vadászatot kedvelők számára a szép természeti környezetben található halastó és a nagyvadakban gazdag erdőség bőséges programot kínál. Az ember hazatalál, majd egyszer csak látod, hogy valaki vár. Hidd el, ha mész majd hazafelé, eljutsz hozzád, és ahova megérkezel, ez Magyarország. A műsorszám támogatója Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye a premiumhotelek.hu. Prémium hotelek, az ötcsillagos választás. Napjaink, rendelje meg Ön is lapjaink. $40 egész évre, hova küldjük, milyen névre? www.napjaink.ca 2768-0997. Lapjaink, ezt olvassa apraja és nagyjaink. Riportokkal telettőzve, jó humorral főszerezve, testi, lelki, szellemi, otthoni és itteni. Napjaink, rendelje meg Ön is lapjaink.